30 kutya vár gazdára a Fekete István Állatvédő Egyesület szombathelyi menhelyén. A tapasztalat szerint nyáron megnő az örökbefogadási kedv, idén viszont a koronavírus helyzet miatt az otthon maradni kényszerült családok már tavasszal úgy döntöttek, innen visznek haza egy-egy kis házi kedvencet. Az egyesület önkénteseinek most is akad dolguk bőven, kidobott, bántalmazott állatokat mentenek. Ez a Beagle valószínűleg nem véletlenül tart ennyire az idegenektől. Törpillát, a tacskó keveréket gazdája nemrég tette ki az Adi térre. Bár a törvény tiltja, mégis megcsonkított fülekkel és farokkal került be a telepre Szása. A kaukázusi juhásznak több sérülése is volt, korábban valószínűleg láncon tartották, ennek nyomai látszottak a nyakán. Nagy gyerekám ő! Ma már hálás a szeretetért, napokon belül új gazdához kerül. A cicáknak viszont nagyon nehéz új otthont találni. Ezek a kicsik a parkerdőből kerültek ide, nagyon rossz állapotban. Még mindig sajnos bevett gyakorlat az embereknél, hogy nem kérnek segítséget ahhoz, hogy a nem kívánt szaporulatot esetleg állatvédők elhelyezzék az anyakutya ivartanításába, vagy anyamacska ivartanításába segítsenek, hanem különböző erdőszélekre, árakpartokra kirakják az állatokat. Néhány hét alatt 30 kis macska érkezett a menhelyre, a felelőtlen tulajdonosok komoly gondot okoznak az állatvédőknek. A néhány órás vagy napos cicákat nagyon nehéz megmenteni, mesterségesen táplálni. A veszélyhelyzet idején az adományok is megcsappantak. Az Állatvédőrség Alapítvány éppen ezért országos gyűjtést szervez. Szombathelyen az Újvilág utcai hipermarketnél várják az adományokat július 11-én. Itt ugye nem csak tápot tudunk gyűjteni az állatainknak, hanem tisztítószert, minden más egyéb olyan felszerelést akár be tudunk gyűjtés kapcsán tudunk kérni az emberektől, ami itt egy menhely életét megkönnyíti, és így az adományokból tudjuk ezeket a dolgokat fedezni, és nem kell megvásárolni. Most már felhőtlen játékkal telik a nap, bár egyelőre karanténban vannak a menhely legifjabb lakói. A Fekete István Állatvédő Egyesület közösségi oldalán nem csak az örökbefogadható állatok közül választhatnak az érdeklődők, hanem itt érdemes jelentkezni az önkéntes kutyasétáltatásra is.